Az amerikai hadsereg vezérkari főnöke azt mondta, hogy nincs kizárva, hogy katonákat vezényelnek Irakba. Barack Obama azonban azt válaszolta, hogy ez nem fog bekövetkezni. Ugyanakkor az iraki gyerekek nem tanulhatnak matematikát, társadalomtudományokat, nem sportolhatnak és nem olvashatnak a választásokról vagy a demokráciáról. Az ezeket ismertető tárgyakat ugyanis betiltotta az Irak és Szíria nagy részét uraló iszlám állam. Kérdés, hogy meddig uralják még ők a két ország területeit? Kernel Zsolt összeállítása. Lassított felvételeken felrobbanó tankok, filmes effektek, hősiesen harcoló iszlamista katonák. Ezt a leginkább hollywoodi filmek előzeteseire emlékeztető kisfilmet adta ki az iszlám állam. A terror szervezet ezzel a videóval akarja megfogni a filmeken és számítógépes játékokon felnőtt fiatal nyugatiakat. Barack Obama csak egyszer látszik a videóban, akkor azt mondja, nem küldenek harcoló katonákat Irakba. És korábban tényleg ezt mondta, harcoló alakulatok nem mennek Irakba, de az amerikai légierő rengeteg más országéval együtt támogatja majd az iraki, a kurd és a szír felkelőket, akik az iszlám állam ellen küzdenek. De hiába mondta ezt, lehet, hogy mégis katonák mennek Irakba. Martin Dempsey tábornok, Amerika Egyesített Vezérkari főnöke azt mondta a kongresszusnak, ha odáig fajul a helyzet, az amerikai katonák elkísérik majd az irakiakat a harcokba. Idősebb George Bush, Bill Clinton, ifjabb George Bush és Barack Obama. Ez a képsorozat azokat az amerikai elnököket mutatja, akik a tévében jelentették be, hogy bombázni fogják Irakot. Ha most újra kezdődik a háború, akkor még a következő, sorban az ötödik amerikai elnök is harcolhat majd Irakban.